Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban is filmekből fogunk angolul tanulni, mégpedig a Netflix streaming szolgáltató segítségével. Nos, sok megkeresést kapok azzal kapcsolatban, hogy jó-jó, szeretnétek filmekből és sorozatokból angolul tanulni, de hol lehet megbízható magyar nyelvű feliratokat találni, amelyek tényleg visszaadják az adott szövegrésznek a magyar fordítását, és nem csak valaki feldob egy pár magyar szót, éppen mert nincs jobb dolga. Nos, ez valóban egy elég nehéz kérdés. Vannak jobb magyar feliratok és rosszabbak, jobb fordítások és rosszabbak, de van egy olyan Google Chrome bővítmény, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy valaki a Netflix szolgáltatót, mint egy magán angol nyelviskolát használja, és nagyon jó eredményeket érjen el az angol nyelvtanulásban. Nos, ennek az oldalnak az a neve, vagy ennek a bővítménynek az a neve, hogy Language Learning with Netflix, és hogyha lejjebb klikkelsz a videó leírásába, akkor azonnal meg is fogod találni ezt a linket. Nos, ahogy már említettem, ez egy Google Chrome bővítmény, tehát ahhoz, hogy használni tudd ezt az oldalt, vagy ezt a bővítményt, ahhoz rendelkezned kell egy Google fiókkal, de megnyugtatok mindenkit, ez is ingyenes, és szerintem maximum 5 percet vesz igénybe egy ilyen Google fiók létrehozása. Tehát nem kell kétségbe esni, ha jelenleg éppen te még nem rendelkezel egy ilyen fiókkal. Nos, mi fog történni akkor, hogyha letöltöd és installálod ezt a bővítményt? Innentől kezdve én azt mondhatom neked, hogy a Netflix tulajdonképpen egy magán nyelviskolaként fog funkcionálni, és minden egyes filmnek és minden egyes sorozatnak a szövegét, tehát a szereplők mondatait meg fogod találni angol nyelven a filmek alatt, illetve a saját nyelveden, tehát magyar nyelven. Úgyhogy ideális esetben akár minden nap használhatod ezt a bővítményt arra, hogy fejleszd az angol nyelvtudásodat. És van még két olyan dolog, amit mindenképpen szeretnék elmondani, mert szintén nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon hasznos funkciónak tartom. Tudom, hogy arra is sokan panaszkodtok, főleg a kezdő nyelvtanulók, hogy nagyon-nagyon gyors a szereplők beszéd tempója, és kétszer, háromszor, vagy még többször vissza kell tekerni, vagy újra kell nézni az adott részt, hogy mindent pontosan megértsetek belőle. És tudom azt, hogy amikor az ember mondjuk este fáradtan akar nyelvet tanulni, vagy egy kicsit szórakozni, akkor ez igencsak megnehezíti az egész folyamatot. Ebben a bővítményben van egy olyan funkció is, tehát ha minél többet használod, megismered majd a lehetőségeit, ami lehetővé teszi, hogy a saját sebességedben, tehát egy kicsit lassítva hallgasd az adott szövegrészeket, tehát mondjuk nem teljes vagy beszéd sebességen, hanem egy kicsit lassabban hallgasd végig az adott szövegrészeket, és bőven lesz időd arra, hogy megnézd mind az angol nyelvű feliratot, mind pedig a magyar nyelvű feliratot. És van még egy funkciója, ez pedig az úgynevezett pop-up dictionary, ami azt jelenti, hogy ha az egeret egy-egy szó fölé viszed, akkor megjelenik az adott szónak a pontos fordítása. Én úgy tudom, hogy jelenleg ez csak a fizetős verzióban érhető el, de én azt javaslom neked, hogy semmiképpen ne esj kétségbe. Ha nem értesz egy angol szót, ami nagyon fontos ahhoz, hogy megértsd az adott cselekményt, vagy az adott jelenetet, akkor semmi más dolgod nincsen, mint megállítani a Netflixen a filmet, megnyitni mellette a Google fordítót, és beírni az adott szót, és már is látni fogod a fordítást. Én mindenkit arra buzdítok, hogy használja ezt a bővítményt, nagyon-nagyon megkönnyíti és ideálissá teszi a Netflixet arra,
hogy minél egyszerűbben és folyamatosan tanulj belőle angol nyelven, amellett pedig egy nagyon-nagyon jó kikapcsolódás. Úgyhogy én azt javaslom, hogy telepítsd még ma magadnak ezt a bővítményt, és kezd el nézni az angol nyelvi sorozatokat, és tanulj belőle minél több új szót angolul. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!